Köszöntöm nézőinket, önök a Kultúrcseppek című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban szó lesz a kalász alapfokú művészeti iskoláról, amely idén ünnepli fennállásának 18. évét. Tartsanak velünk! Idén ünnepli fennállásának 18. évfordulóját a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola. A témában Eredics Gábor Kosú Díjas népzenésszel beszélgettünk. A mai vendégemet sokan ismerik, de talán kevesen tudják róla, hogy alapító tagja volt a Kalász Alapfokú Művészeti Iskolának. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Eredis Gábor, Kossuth népzenész művész tanárt. Szervusz! Én is köszöntöm. Hát egyrészt téged is, meg a nézőket is. Köszönjük szépen. <coughs> és hát idén 18 éves a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola Kami, ugye ahogyan sokan nevezik. Viszont keveset tudunk a kezdetekről. Hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy Budakalászon is létrehozzatok, vagy hát létrejöjjön egy ilyen népzenei és klasszikus zenei intézmény? Volt ennek előzménye, tehát Budakalászon, illetőleg hát a, a, a környékben tulajdonképpen a Szent iskola Iskola volt a centrum, az anyai intézmény, és ilyen, ilyen fiók intézmények voltak, Dunabogdány, Pomáz, Budakalász is ilyen volt, és hát azt lehet mondani, hogy, hogy egy ilyen kihelyzett tagozatként működő, zeneoktatás azért nem biztos, hogy a helyi igényeket mindenhol le tudta fedni. És így volt ez Budakalászon is, Ak akkor már Pomáz azért önállósodott, mert ott is felismerték ezt. És Budakalászon is, hát szinte tapintható volt az, hogy az, hogy van egy zongoratanszak, egy klarinét, furujatanszak, szolfés, tehát hogy nagyon-nagyon szűkös kis kínálat, ez, ez a sok-sok betelepülő Mértelmiségi lakos, de a helyiek is, akik, 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 hogy is mondjam, érzékenyek voltak erre, hogy az ennek nagy igény volt. Úgy úgy kitapintható volt ez, ez hogy, hogy ezt itt meg kéne valahogy oldani. És akkor én régóta dolgoztam a Magyar Művöldési Intézetben, régi nevén Népműves Intézet volt ez, és én a, a, a népzenei mozgalommal, a táncház mozgalommal foglalkoztam egy ilyen egy órás munkatársként, de hát sok szép feladat <laughs> várt rám. Azóta jó ebben, <laughs> bocsánat, az volt a jó ebben a, a munkaterületben, hogy elég nagy szabadsággal lehetett. Ez még azért az a céli korszak, amiről beszélünk, <laughs> de ennek az intézménynek valahogy védelmet nyújtott a főigazgatója, akkor Vitán volt, és, 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 valahogy, valahogy, valahogy itt mi bármit. Tehát még egy ilyen tulajdonképpen nem túlságosan támogatott, sőt, talán csak éppen, hogy megtűrt, mint a mozgalom, ugye, ahol a fiatalok jártuk a falvakat, erdét jártuk, stb. stb. Tehát, tehát ez, ez, úgy fontos volt, hogy, hogy, hogy egy ilyen védelem is körbevet minket. A lényeg az, hogy ezen dolgoztam én, hogy, hogy olyan kiadványok szülessenek, kísérleti népi hangszeriskolák példatárak, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy ne csak nyári tanfolyamokon, hanem akár intézményesen is lehessen ezt tanítani. Már ennek is volt a kezdeménye, kezdeményei, mert Béres János bácsi az Óbudai Népzeniskola körül már létrehozott egy ilyen szakot, hogy, hogy népi hangszereket lehessen tanulni, és, bizony, és a tantervek is voltak tehát engedélyezett dolog, de itt is csak négy, négy, talán négy hangszer volt, ami, ami ez, amit lehetett tanítani és tanulni. És persze az országnak nagyon kevés iskolájában volt erre lehetőség, mert a tanárképzés nem volt ezzel iskolában tanár is kell, nem csak növendék, <laughs> annak képesítése kell, hogy legyen ugye egy zongoratanár, hogy tanítson dudát, ha nem tud dudálni. Tehát, tehát <laughs> rengeteg olyan dolog volt itt. Hát amiben én ebben a népműlési intézetes, illetve a magyar műlési intézetes munkakörömbe mondjuk haladást tudtam elérni, az, az egyrészt ez, hogy legyenek kísérleti népi hangszeriskolák. Ebben az volt a nagyszerű, hogy azok a fiatalok, akik is sokat jártak gyűjteni, ők, ők tulajdonképpen nem voltak a, a szó igaz értelmében népzenekutatók, kutatók, vagy zenetudósok, vagy, 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 vagy hangszermetodikával foglalkozó szakemberek, de ezek a felkérések, ezek, ezek beindítottak egy olyan folyamatot, úgyhogy Virágvölgyi Márti például rengeteg lejegyzést csinált, Juhász nagyszerű furúja iskolákat írt meg, a Citer iskolák is rendre jöttek ki, Balogh Sanyi volt az, aki a legtöbbet tette ebbe az ügybe, és úgy szép lassan azért a vonos példatárakat az egész vonos szekció, Halmos Bélától, Jánosi Andrison át a fiatalabbakig is, részt vettek ebbe. Tehát volt már ennek kezdeményezé -e, kezdeményezése, de ugyanakkor pedig, hát hol vannak az iskolák, ahol ezt lehet, ezeket a kótákat felhasználják. Most már akkor vannak tananyagnak kinevezhető dolgok. És akkor én akkor itt Szentenén is dolgoztam a pmk kikbe ez a, az a megyei központot jelenti, és Barabás Marcsi, aki egyébként Budakarászi egyszer megszólított, hogy Gábor Budaklászon tényleg nagy igény lenne nagyobb volumenű zeneoktatásra, és ez a kihezett tagozat, ez, 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 nem váltotta be ilyen értelemben az elvárásokat, és hogy na most megcsinálhatnád a nagy tervedet, hogy olyan zeneiskola legyen, ahol klasszikus zene is van, és népzene is van. És akkor hát ezen elgondolkodtam, nem sokat gondolkodhattam természetesen, és akkor ö, ö, igen mondtam, mert valóban nagyon érdekelt engem, és nagyon izgatott. Nagyon jó példák voltak előttem, mint a Szentendrény iskolában Száli Mihály bácsi volt itt az igazgató évtizedeken keresztül, és hát nagyon jó, hogy is mondjam, mintát, ad, sőt példaképként tekintettem rá, én jártam hozzá növendékként is, és hát azóta az érzésem, na hát ha valaki igazgató volt, ilyen jó fej a Mihály bácsi, hát akkor nem kell, nem hogy úgy mondjam, vele süppedni valamiféle olyan munkafolyamutakba, amit az ember gyakorló zenészként, muzsikusként talán kevésbé szeret. De hogy jól menjen, ebben egyébként bátorított Bokor Gyuri is, aki éppen a Szent Endrei iskolák volt akkor az igazgatója, hogy együtt elvégeztünk egy ilyen tanügyi továbbképzést, sőt, hát ez egy, ez egy ilyen képzés volt, hogy, hogy ha már zeneiskola vezetésbe, alapításba belekezdek, akkor azért legyen ne csak benyomásaim legyenek elő, hanem hogy úgy szakértelmet is szerezzek. Úgyhogy végülis az volt, hogy ha pattársak lehetünk a, 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 ezen a, ezen a képzésen, akkor vállalni tudom ezt a, ezt a feladatot, és így is történt. Hát fantasztikus időszak volt. Az volt a nagyszerű, hogy a teljes tanári gárdának a, a kialakítása az azért rám várt, és, és én igyekeztem mindenre figyelni. Tehát, hogy oké, hogy, okay, hogy a, a népzene az itt fontos lesz, de épp olyan fontos a a klasszikus zenei rész is. Ha Szentendrén nagyszerűek az zongoristák, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy, hogy ne a legjobb zongoratanárok legyenek Budakalászon is. <laughs> Hogyha esetleg magánének viszont se Szentendrén, se Pomázon nincs, akkor viszont nálunk meg legyen azért magánének, mert hogy népdal éneklés is lesz. Tehát akkor, ha van a klasszikus, párja az éneklésnek, legyen a népzenei párja, és hát mindenben így gondolkodtunk, de még arra is figyeltem, hogy, 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 hogy ugye eléggé köztudott, hogy, hogy elnői esedett a, 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 a iskolai oktatói kollégai kör. Tehát, hogy, hogy mindenképp legyenek a Hölgy tanárok mellett férfiak is, hogy, hogy olyan példaképek is legyenek a, a, a fiú-növendékek előtt. Ezt meg a néptáncból hozom, a feleségem ő néptáncos, és hát amikor páros táncot kell tanítani, hát az nem működik, hogy a, hogy a férfi lépés persze meg tudja mutatni a, a, a női táncos is, de azt a karaktert, azt a viselkedés mintát, azt a, azt a férfi tudja megmutatni, és hát erre, erre nyilván szükség van a, a zenébe is, mert ezek nagyon érzékeny dolgok. Tehát így indult az egész. Ebből a 35-40 növendékből, ami a, 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 a kihezett tagozati lét volt, ő, amikor létrejött a Budakalászi Zeneiskola, a Kalász Művészeti Iskola, akkor akkor nagyon hamar ő 100 fölé, aztán lassan 200 fölé is emelkedett a, a, a növendék létszám. Hát a tanárok, korábbi három, talán négy tanárból inkább 14 meg még több lett, és a, a tanszaki kínálatot, ezt már nem is sorolom végig, mert úgy se lehet megjegyezni, de nagyon-nagyon-nagyon de, de széles tanszaki kínálat alakult ki, és ami hát nagyon fontos, hogy azokra is figyeltem, hogy, hogy a Budakalászon sváb közösség is volt és van is, akkor azért az lehetetlen, hogy ne legyen egy húvos hangszeres képzés, sőt zenekar, az is lehetetlen, hogy ne legyen zenekar, és hogyha a szerbek is lakják ezt a települést, már pedig igen, akkor nyilván ehhez a helyi adottsághoz szorosan kötődően a tambura is egy kiemelt, és a tambura család hangszereinek az elindítás is egy kiemelt terület lesz. De azt mondtuk, hogy legyünk a Kamara Zeneiskolája, mert nem csak Szári Mihály bácsi volt felejthetetlen ebben a Szentrendei Zeneiskolában, hanem például Papp Tibor bácsi, aki, aki egy zenekart hozott létre, és tulajdonképpen a Gúcsis Együttes létrejöttét is azért ennek, a, ennek köszönhetjük, hogy, hogy akkor ráéreztünk fiatalon ennek a szépségére, a Kamara zenének a szépségére. De emlékszem a Frank Lajos bácsi kamarazene óráira is, ahol egy csellistával vagy hegedűssel kamaráztunk sokat. Vagy ha már Vúcsicsot említettem, akkor ugye az egyik szolistánk, alapító tagunk, Borbé Misi, akkor még pici gyerek volt, én sem voltam sokkal idősebb, csak egy év van köztünk, de mi ebben az iskolában is kamarazenei partnerek voltunk. Tehát azt találtuk ki, hogy, 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 hogy ne csak hogy a klasszikus zene és a népzene egymást gazdagító egységét hozzuk létre. Nem csak, hogy egymás mellett vannak, aztán jó napot kérnek, hanem hogy tényleg összefüggésbe kerüljen ez a két szak. Kodály-Bartok országában ez, ez, ez szerintem ez teljesen magától értetődő. Nem biztos, hogy a világ más részein azért ez így van, de itt, ahol a két legnagyobb klasszikus zenészünk ugye a múlt században, az egyben a két legnagyobb népzenekutatónk is, azért ez, ezzel nem mindenki büszkélkedhet a szélese világon. Úgyhogy ez, ez is benne volt a képbe, nagyszerű szolfés tanáraink is voltak, kicsit a régi zenére is tudtunk koncentrálni, mert az meg összeköttetést teremt a, 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 klasszikus zene és a népzene között a régi zene egy picikét olyan terület, ami, ami tényleg kontaktusokat tud létrehozni. Tehát azt lehet mondani, hogy egy fantasztikus, hát hogy is mondjam, sikertörténet, ez a Kalászi iskola létrejöttem. Magáról egyébként az épületről mit tudhatunk? Ugye említetted, hogy volt korábban egy kihelyezett fiúk intézmény, az ugyanott volt, vagy az egy másik helyszínen volt, teljesen új falakat kellett felhúzni, igen, nagyon jó a kérdés. Az Arany János utcában volt, ez a Szent István telepi rész, egy, egy, nagyon helyes kis aranyos kis iskola, de az át más funkciót kapott. Azt hiszem önkormányzati lakásként funkcionált, és közben létrejött a faluház, és ez a kis kihelyezett tagozat a faluházba került. Viszont amikor mi elkezdtünk fejlődni, pontosan azért, hogy, hogy a helyi igényeket kielégítsük, akkor, hogy úgy mondjam, a faluház egy picit kicsi lett ilyen értelemben két intézménynek, mert ott könyvtár is van. Úgyhogy egy kemény lobby tevékenységet kellett beindítani. Hát itt jó jött egyébként az a műszaki egyetemen elvégzett közoktatási vezető szakirányú képzés, amit az előbb említettem, mert ott mindenféleről tanultunk, nem csak tanúgyiok, hanem mindenféle egyéb különleges tárgyak is voltak. És végül is ha ilyen nem is volt, hogy lobby, <laughs> ha ebből nem is kellett vizsgázni, de az ember úgy rálátotta arra, hogy akkor hogy, hogy mi is egy ilyen igazgatói feladat, és hát hat év lobbizás után sikerült egy olyan hát döntést kieszközölni az önkormányzat részéről, hogy a gyár területnek a legszélső részén egy korábbi tervező iroda az épüljön újjá, Kapjon bővítési lehetőséget, és ez legyen az önálló épülete a Kalászi Kalász Iskolának. És akkor ez, ez, létre is jött. Hát előtte azért voltak nehéz időszakok, mert kiköltöztünk a faluházból, vagy részlegesen kiköltöztünk, és a Pomázi úton egy, egy lapos tetős, eléggé zajos, hogy is mondjam, pártanteremet biztosító helyen voltunk. Tehát, hogy mondjam, a Kanosszát megjártuk mi is, de, de, a, de fantasztikus élmény volt a a nekünk tervezett, Kuli László volt egyébként a tervezője ennek, és teljesen ő, szinte azonos kézzel nyúlt hozzá, mint Túri Attila a faluházhoz. Ezt azt hiszem a nézők közül is sokan ismerik, hogy Budakalásznak ez egy nagy kincs, ez a faluház, az, az egész megjelenése, amit sugal, az is ő, nagyon tetszett nekem az is, hogy, hogy régi kövek élednek ott újja egy, egy svábházból, egy szerbházból, bevadak falazva a tégla, a falak közé, és mi emlékszünk, hogy sokszor játszottunk abba az, éve, abba, abba a volt lenfonó kultúrotthonba, így kell mondani, és ez, nagyon hát lelakott és hát szolid dolog volt, és hogy micsoda metamorfózissal újult meg, ez nagyszerű volt. Hát egy ugyanilyen metamorfózis jött létre ezzel a, ennek az épületnek a tőszomszédságában, az udvar másik felén, a tervező részlegből, ahol, ahol, szintén egy organikus stílusú hát épület megújítás során egy csodálatos épületet kaptuk, családias, nem nagy, pici, már tulajdonképpen már meg is érett a helyzet a, 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 a bővítésére, talán sikerül is, de, 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 mindazt, amit a pedagógiai programunkban mi elhatároztunk és, és, hivatásként magunk elé tűztünk, az, ezt az épület tökéletesen nem csak hogy szimbolizálja, hanem szolgálja is. Úgyhogy ráadásul abban az évben rögtön nagyon jó zongráink érkeztek, Yamaha, Kávai zongorák, tehát, tehát sok egyéb népi hangszerekbe is tudtunk gyarapodni, tehát az egy nagyon sikeres év volt, és hát nagy öröm volt, hogy egy új épület. Aztán persze jött mindenféle más folyamat, mert akkor az önállóság úgy volt föntartható, ezt most érdekesen mondom, hogy, hogy, része lesz egy, egy nagyobb szervezeti egységnek, egy AMK-nak a zeneiskola, Hát akkor nekem ezt is meg kellett pályáznom, ezt az AMK vezetést, ez a Koskároly általános működési központ lett, és hát ez egy mondjuk egy nehéz időszak volt az iskolai lepítétében, de végül is 15 év után úgy tudtam átadni a zenéiskolai intézmény vezetését Uracs Mónikának, aki nagyon régi, még az alapító tanárok között volt, aztán családalapítás, stb. és amikor visszatért, akkor helyettesként fantasztikusan Ö, 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 nagy munkát végzett, és ő, ő az, aki aztán átvette az intézményt, és hát nagyon boldogok vagyunk, mert mert, mert ugyanaz az értékrend érvényesül napjainkban is, mint, mint annak idén az intézmény alapításkor, amit lefektettünk. Ha már ezt említetted, mik ezek az értékek? Hát mindenképp a, a, a klasszikus és a népzene egymást gazdagító egysége erre. Hogyha példát akarok mondani, ez annyit jelent, hogy hogy mondjuk egy Zongora tanár ez közvetlen példa is, amikor bartok műveket adtak elő, és akkor azokat a népdalokat is egy külföldi koncerten meg akarta szólaltatni a közönségnek, hogy vajon. Tehát, hogy, hogy mi adta az inspirációt bartok művéhez, akkor ő akkor, akkor eljárt, ami népdalénekes népdalénektés tanárunkhoz, a kollégához, hogy ezeket a népdalokat ne csak úgy tanulja meg, ahogy egyébként egy kottából egy jó zenész megtanulja, hanem hogy amit, amit a kottafejek nem tudnak rögzíteni, hogy stílusban is ott legyen. Na most ez egy csodálatos példája annak, hogy... hogy, hogy de az is egy nagyon fontos értékrend, hogy, hogy ugye nem volt nagyon gyakori az, hogy két szakra járjanak a, a, a gyerekek. Egy zeneiskolába. Ez azért nem volt gyakori, mert ilyenkor két térítési díjat kellett fizetni a szülőnek, és az, az, még ha nem is volt nagyon nagy ez a térítési díj, de, de mégiscsak azért anyagi terhet, puszterhet jelentett. És akkor mi azt találtuk ki, hogy ha valaki úgy két szakos, hogy az egyik szak irány az klasszikus zenei, a másik pedig népzenei, akkor viszont mi csak egy térítési díjat kérünk. És akkor ezt támogatta az alapítvány. Aminek én most jelenleg is még, még elnöke vagyok, tehát a kalászi iskolával azóta, mióta nem vezetem, nem szűn meg egyetlen a kapcsolatom, hanem szinte ugyanolyan szoros, mert mint alapítványi elnök, ezeket a, folyamokat, ezeket a folyamatokat továbbra is támogatjuk. Akkor mindig nagyon fontos volt, hogy az elején talán mondtam, hogy, hogy az, hogy intézményes formában lehessen, a hagyomány meg, tanulni és tanítani, azért az nagyon fontos, mert ennek a szakmai szintjét akkor ez jelöli. Ha csak nyári táborokba tudjuk átadni ezt a tudást, akkor az, az egy nagyon limitált mennyiséget és minőséget is determinál abban a pillanatban. És, és ez az alapítvány, a Kalász Művészeti Nevelsérlési Alapítvány, amikor létrejött, rögtön ez volt a feladata, hogy, hogy, például hozzásegítse a zenei versenyeken való részvételre a klasszikus növendékeket, ha a népzenei növendékeket pedig olyan nyári táborok egészítség egészítsék ki az éves úgy is mondjam, tanulmányi folyamatot, ami, 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 viszont még több élményt ad. Ha, is ha már itt tartok, azért, azért ez is egy nagyon alapvető dolog volt ebben a pedagógiai programban, hogy, 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 hogy ugye a, zeneiskolába a gyerekek nem kötelező, hogy is mondjam, tan kötelezettség teljesítésére jönnek, hanem ők maguk választják. Hát biztos a szülő is befolyást gyakorol erre a dologra, de alapvetően a gyermek, és ez, ez egy fantasztikus lehetőség, de ez azt is jelenti, hogy, hogy, hogy ezt az élményt, amit az odaérkező csillogó szemű gyermek vár az eleoktatástól, azt, azt meg kell őrizni akkor is, amikor már egyébként nehéz munkával lehet fejlődni. Tehát eljön az a pont, amikor a hangszer tudás 80-90 százalékos, lehet, hogy odáig egy tehetséges gyerek átlagos szorgalommal is viszonylag könnyen eljut, de amikor ezt a utolsó pár százalékot kell, hogy is mondjam, hozzátenni, akkor az már kemény munka, sok gyakorlás, elkötelezettség, fáradtság, önismeret, önkontroll, idegi kontroll, tehát annyi, annyiféle, annyiféle dolgot igényel, hogy, hogy bizony az fontos, hogy, hogy az élmény az mindig ott legyen. Tehát amikor elnehezedik valakinek az élet, hát inkább focizni mennék, inkább <laughs> valami más csinálnék, most minek gyakoroljam, akár a tamburát, akár a hegedűt, és, és, most már nehezek a darabok, és, és, és ezt most már nem tudom, csak orra lehet 10 perces gyakorlással megoldani, hanem nekik nek be kell osztanom az időmet, meg kell tud, lesz majd egy vendéghangversen, sőt, ugye azt a általában mi a vizsgát se úgy csináltuk, hogy vizsga legyen, hanem hogy ez is egy ilyen családi alkalom legyen, ha hova el tud jönni a szülő, a nagymama, az ismerősök, akik esetleg egy néptánccsoportban a lenvirágba táncol a, a hallgató, de egyébként itt nálunk mondjuk népi hegedül. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek az, ez az élmény központuság, ez, ez végig kísérje az egész oktatási folyamatot, a tanévet is, és még az olyan nehéz tárgyak esetében is, mint a szólfés mert hát nagyon sok növendék, ezt sajnos mondhatjuk, ez országosan igaz, azért barad ki egy bizonyos ponton a zeneoktatásból. Ugye, ugye, az alapfokó oktatásnak nem az a lényege, hogy zenészeket neveljen, hanem hogy mindenki, aki a zenével találkozni szeretne és aktivitásnak a lehetőségét akarja, hogy is mondjam, birtokolni, az, az eljöjjön. Na most, hogyha ha egy adott ponton mondjuk a szörfés túl nehéz terhet jelent, kevésbé érzi a hasznosságát, a fontosságát ennek a tárgynak, akkor nagyon sokszor a, a zeniskolai oktatás elhagyásának a hátterében sokszor a szólfés van. Mi, mi erről is nagyon figyeltünk, hogy a szólfés is egy szinte az is egy kamarazene élményt adjon, sok éneklés legyen benne, többszalomú éneklés, hogyha valaki egyszolomú hangszert tanul, hegedűt vagy húvolát például, akkor, akkor ott nem csak amikor az ongora kísérővel találkozik, akkor érezze meg a többszolomúságnak hogy csodálatos, hogy is mondjam, ízeit, hanem, hanem, hanem például a szolfézsóra is egy ilyes, alkalmas dolog legyen. Nehezebben tanulnak egyébként a mai gyerekek szolfést, mint mondjuk akár 10-20 évvel ezelőtt, mi a tapasztalatod? Ez biztos, sajnos így van. Ugye annak idején az én időmben is tulajdonképpen a zeneelméleti tudást, azt legtöbbször a főtárgy, tehát a, a hangszeres tanár biztosította számgra. Volt akkor is szolfés óra persze, de de, de de szinte beleépült a hangszeres órába. És most egy, -egy picit különvált kötelező is, akkor nem is volt mindig kötelező a szolfés, Most kötelező, sőt a heti kettő óra kötelező, tehát elég nagy óra számban tanulják a szófést, és, 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 a főtárgy órába, mint hogyha nem annyira férne bele vagy nem, nem ez az általános, hogy oda bele kellene illeszteni, mert a főtártanár is úgy van ezzel, hogy hogy hát rengeteg szolfés órája van a gyereknek, tehát ott lehet csak a, a azokkal a hangszeres dolgokkal foglalkozni, ami, ami ott úgy tűnik, hogy fontos, és valahogy ez a két tudás nem mindig találkozik. Tehát ha szólfésból megtanulja a gyermek, hogy két keresztnél, és durhagnemben vagyunk, akkor az egy D dur, és ott akkor ez a skála, és a gombócok világába valahogy ott elrendezi, és, és ezt, hogy átültesse a hangszerére, és, és amit ott a Dédur terceként, fiszként egy keresztel jelöltem, azzal a gombóccal, az pedig itt fogásba, pedig itt van, ezek valahogy nehezebben állnak így össze. És persze most én egy egyszerű példát mondok, de amikor funkciózenéről van szó, és akkordokba, harmóniákba, harmóniai menetekbe gondolkodunk, akkor, akkor, akkor hangközökben gondolkodunk, akkor, akkor bizony jó lenne, hogyha mégis egy picikét a, a, a főtárgy, vagy, vagy, választható lenne esetleg. Hát ez mondjuk ez egy, ezzel most olyan kérdés feszegetek, ami, 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 szinte oktatáspolitikai, hogy is mondjam, csak dolog, de valószínűleg ez lenne a megoldás, hogy, hogy akinek a sokszor fés, jól megy, és, mert ez szinte olyan, mint, egy kicsit, mint a matek. mondja, Tehát ott, ott, ott logikusan kell gondolkozni, számolni, fejbe, stb. 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 Jó fülnek is persze kell lenni, meg a, meg a hallásnak a, a fejlesztése is fontos ebbe a dologba, de nagyon sok az elméleti logikai dolog is ebbe. Akinek ez jól megy, az nyugodtan jár a szolfésre, és akinek ez egy kicsikét terhesebb, ott pedig a főtártanár, ha beilleszti a főtárgyórákba ezeket az elméleti ismereteket, akkor ott talán jobb eredményt lehet elérni, vagy mind a kettővel. Beszéltünk a, a zenei értékekről, mennyire fontosak az emberi értékek, illetve te mit tapasztalsz akár a tanításod alatt, akár itt a Kallász Alapfogó Művészeti Iskolára reflektálva, hogy milyen emberi értékeket sajátíthat el egy diák a zenetanulása folyamán, illetve mik azok az értékek, amiket ti át szeretnétek adni? Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, széles skála lenne, hogyha én ezt most végig sorolnám, de de alapvetően minden olyan, hogy is mondjam, morális és erkölcsi kincse az emberiségnek, hogy szép szót is használják. Ami tulajdonképpen az életben való boldoguláshoz, és a szép élet, megéléséhez kell. Tehát mi, amikor egy zeneiskolában zenét tanítunk, akkor az látszólag úgy tűnik, mintha ilyenekkel foglalkoznánk, hogy dédúr, ha <laughs> megy <Mennyi> az előjegyzés, meg <laughs> a terce. De ez egy annyira érzékeny terület, hogy, 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 hogy tulajdonképpen egy, én azt szoktam mondani, hogy, hogy a, 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 zene az egy ilyen, és a zenészség is, az egy olyan a társadalom számára, mint egy ilyen hogyha v, v, valaki föltani dolgokat kutat. Tehát, hogy, hogy még, 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 nem kell, hogy összedőljön a ház, és, és a földrengés elpusztítson. Egy kis előrengésből már érezni lehessen azt, hogy itt vigyázni kell, mert valami történni fog. A, valahogy a zenész is ilyen, hogy, hogy ezeket a, ha írott zenéről, tehát klasszikus zenéről van szó, hogy ezeket a gombócokat én úgy töltsem meg buzikával, hogy azt te, amikor meghallgatod, akkor, akkor te ebből, mint személyiség is épülj, pedig hát nincs mögött egy sztori, mert mondjuk lehet, hogy Gédur szonáta, ez a címe a darabnak, ugye? De mégis abban olyan, olyan titokzatos üzenetek vannak, ráadásul mindenki másként, más élethelyzetében mást adhat számára, Nyilván ezért létezik a zene, mert különben olyan nagyon nem lenne, tehát, hogy, hogy amit szavakkal nem tudunk jól elmondani, vagy csak dadogva, azt a, a zene furcsa közvetítésével megkaphatjuk. Na persze ehhez kell egy kis, tehát ezt a nyelvet azért érteni kell, és ezért hallatlanul fontos, hogy a zeniskolai hálózat az létezik Magyarországon, és hát fejlődik, és helyén van. Na most ezekhez, ezekhez a hogy egy, hogy egy példát mondjak el, hogy azon kívül, hogy amit, hogy önismeret, a másikra való figyelem, a, 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 ezek a társas, most így mondjuk kompetenciák, stb. 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 Hát két példát szeretnék mondani. A papti Tibor bácsi például azt mondta, hogy a jó zenekari zenész az olyan, hogy a egyik, olyan nagy fülei vannak, hogy az egyik fülé beül az egész zenekar, a másikkal megbetakarja. Most természetesen hát nem így választott ki minket, hogy ilyen nagy legyen. Erre azzal utal, hogy, hogy, hogy az, aki csak a saját játékával van elfoglalva, és nem ő, ő, hallja, és nem ahhoz illeszti a saját játékát, amit a szomszédja, az azután az utána, hogy ha pedig egy 15 tagú zenekarról van szó, akkor mind a 15 ember létrehoz, akkor az egy, az egy csökkent értékű kamarazene lesz. Tehát egy ilyen nagyon nagy figyelemre tanít minket a, 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 például a társas zenélés de ha valaki szólista, az pedig egy ilyen nagy önkontrollra ő, ő, tanítja az embert, ő, nagy koncentrációra. Lehetséges, azt szoktam mondani, hogy ha, azt akarom, hogy a társadalomban nagyon jó, mit tudom én, szemsebészek legyenek, hát azokat a gyerekeket kiskorban még nem taníthatom, hogy hogy kell szaruhártyákat ugye operálni, hanem, hanem, lehet, hogy, lehet, hogy ha a zenét tanul, akkor ő, ő, tud úgy fejlődni, mert mondjuk adunk neki egy ilyen nehezebb hangszert, ahol két kulcsba kell olvasni, mint az ongoránál, vagy egy még nehezebbet, mint az orgonát, <laughs> ahol, ahol három sort kell, kell olvasni, össze kell rendezni, függetleníteni kell, olyan idegpályákat kell összekapcsolni, amelyek eredetileg nincsenek összekapcsolva, hogy ez tudjon működni. Egy ilyen gyermek, ha felnőtt lesz, ő, akkor, akkor, akkor egy erőteljes koncentráció, ő, tréningen már részt vett, mert, mert a, 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 a vizsgakoncert az nem azért van, hogy ő neki rossz legyen, vagy, vagy izguljon, hanem hogy, hogy ezt a, ebben a terhelésben is megismerje magát. Hogy amikor nekem egy, egy szónátatételt, vagy egy, vagy egy virtuoszkólót elejétől a végéig, lehetőleg hiba nélkül, és még, és még szépen is, és muzikálisan is és elő kell adjak, és közben egyébként ott van az a szokatlan szituáció, hogy most nem otthon vagyok, hanem a közönség ott ül, és, ez mindenképp terhelést jelent. Tehát ezek, ezekre nagyon szépen föl lehet készíteni szinte minden életpályára gyermekkorban azokat, akik egyébként nem lesznek zenészek. Na, a két példa, amit szeretnék mondani, Frank Lajos bácsi, Judás Makabeus variációit játszatta, amit Beethoven komponált egy, egy alkalommal, ő, rendszeres kamarazenei partneremmel Kapronyi Gabival, és ez a, ez a kamara óra, ez már ben volt a, a Bécsi úti lakásában Lajos bácsinak, mert valahogy úgy jött ki a lépés. És, és, és ezen, a, ezen a lakáson ilyen nyomok voltak, vagy ilyen lukak, és, és valamelyik próbán, nagy-nagyszerű próbák voltak egyébként ezek, úgy megkérdeztem, és Lajos bácsi, még ezek a lukak itt a, 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 a házfalán? És akkor hát vége lett a kameraórának, tulajdonképpen, mert Lajos bácsi is leült, és, és, és rendkívül, hogy is mondjam, rendkívüli erős érzelmekkel, fütve, úgy mondta, hogy hogy képzeljétek el, hát ez, ez 56, amikor az oroszok idejöttek, és ezt a gyönyörű várost szétlőtték. Most ez abban az időszakban volt egyébként, amikor 56-ról otthon is csak úgy nagyon finoman beszéltek a szüleink. Tehát, hogy, hogy micsoda bizalom volt a Lajos bácsébe, és, hogy, ez, és ez beletartozott a, a, a kamara órának, hogy is mondjam, a, 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 szövetébe. Mert ott is, ezek, nagyon érdekes és fontos dolgok. A Tibor bácsi példát elmondtam, az Lajos bácsét is elmondtam, tehát, tehát tulajdonképpen a zeneoktatás az messze sokkal-sokkal többről szól. Egy teljes komplex személyiségfejlesztés, és hát azt szeretnénk, hogy jobb emberek legyenek. De hát akkor, ha, hogy pontosan mit akarunk, el kell olvasni a kodály visszatekintés köteteit, és akkor lehet tudni, hogy mi mindenre alkalmas a zene. Egyébként az, hogy valakiből mondjuk akár országos vagy világhírű népzenész legyen, hogy így fogalmazzak, azt te látod bizonyos korban? Vagy ez, ez mikor dőlhet el? Tehát, és, illetve mi, mi kell ehhez, hogy valaki mert gondolom, nagyon sok ö, diáknál megvan a tehetség, de kérdés, hogy mennyire van meg benne a szorgalom. Mik azok, amiken igazából módik ez szerintem? Ez, ez ezt, ezt, ezt tulajdonképpen előre azért nem lehet látni. Persze, ha bejön egy csillagó szemű gyerek, és azért hogy megmutatkozik sok ö, módon, ö, hogy, hogy ez ő érdekli, ez az ő választása, nem valamiféle szülői. Hogy is mondom, dresszúra. Egyébként ez a szülői háttér is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy az a szülői háttér az támogató legyen. Mert hogyha az szülői háttér olyan, hogy hát zenész, ugyan már gyerekek, meg most, ha, ha konfliktus helyzet adódik, hogy most az angol nyelvtanfolyam vagy az ongora óra között kell választani, és mondjuk a szülő teljesen egyértelműen, nagyon pragmatikusan azt mondja, hogy már pedig te úgyse lesz a zenészség, inkább angolból legyen jó, mert akkor bármit. És ennek van is, hogy is mondjam, ez egy logikailag elfogadható jelentés, de, de, mégis valamelyik gyereket esetleg nem abba az irányba befolyásol akkor gondolom Én... az se jó, hogyha szülő akarja jobban, mint a diák. Tehát az, az már a másik az, az talán. Tehát erre nagyon sok példát tudnék erre is mondani, amikor tulajdonképpen a, az adott lehetőségek miatt a gyerek a, a mi is. Például Győri Karcsi fantasztikus jó hegedűs volt, és akkor uf, egyszer azért úgy kifakadt, hogy ő világ zongorázni szeretett volna. Csak amikor éppen az is akkor nem volt hely az zongoratanároknál. Nagyszerű hegedűs lett, de ez a vágy, ez, még, ez, 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 ez ott maradt benne egész végig. Tehát ezt erre, erre mi egyébként Budakászon is figyeltünk, tehát, tehát mindig úgy a felvételiknél próbáltuk ezeket a csillogó szemeket meg, megtalálni, és megsejteni, hogy, hogy mi van a gyermekben, és, és hogy melyik lenne a legalkalmasabb, de arra is mindig figyeltünk, hogy ne csak a szülőt kérdezzük meg, hogy ő mit szeretne, milyen hangszert, hanem a gyermek. Mert az, mert az, nagyon fontos. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy, egy faluba végén megy egy fúvó zenekar, ezt nem tudjuk, hogy miért van az, hogy a Pistike az csak is azt a nagy tubát akarja, a lacika az, mert pedig se, semmi másra nem hajlandó, csak hogyha azt a dobotot ütni lehetne, so, stb. 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 Ugye? a lizike meghatjuk a fuvolát, ugye ezt nem tudjuk pontosan, hogy, hogy, miért van így, szerencsére így van, és ezekre, ha figyelünk, akkor, akkor, akkor szerintem egy, egy, az, egy, az egy gondos, hogy is mondjam, zenei nevelés. Hát mit lehet, mikor lehet ezt mondani? Nem lehet azt mondani, tehát olyat, az egy rossz pedagógiai módszer lenne, Hogyha valaki bejön és látom, hogy csillog a szeme, meg zseni, meg, meg nagyon jó, akkor, akkor hát ő, ő, ő belőle csinálunk majd valami világhírű, ő, zenész, népzenész mindegy. Ö, hanem mindenki ö, ö, a leggondosabb, személyre szabott képzést kell kapja. Ez is nagyon fontos a zeneiskolában, hogy ott erre lehetőség van, mert egyéni órák vannak. Ez nagyon arhaikus, hogy is mondjam, képzési módszerez. Tehát főtárgy órán bejön a növendék, és a tanár pedig tanítja. Tehát nem, nem ez a csoportos oktatás van, hogy, 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 most deriválunk, és akkor ha hátsó három padba nyolc gyerek lemaradt, vagy éppen nem figyelt, akkor az egész életében nem fog tudni deriválni, mert, mert, mert ez a felzárkóztatás, vagy ez, 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 nem olyan egyszerűen oldható meg, de a zenéskolában szerencsére ez, ez jól tud működni, és hát ezért is nagyon fontos. És vannak, akik rögtön mutatják ezt, hogy ők mondjuk kivételes tehetségűek, és van, aki egyszer csak, megy úgy a szokásos módon, és egyszer csak valami, valami olyan élmény éri, ami után, és ezt nem tudjuk, hogy mi. Valamikor meg lehet sejteni, egy személyes példát hagyd mondjak erre, nem tudom pontosan, hogy nálam ez hogy, hogy volt, de, de, emlékszem arra, hogy édesapám elvitt fiatal koromban egy, egy zeneakadémiai diploma karvezető vizsga volt, a kisterembe. És hát be kell valljam, hogy én ezt untam egy kicsit. Tehát fiatal voltam hozzá, meg, meg nem is tudom, hát a hangszerek jobban érdekeltek. Szép volt ez a koncert, tehát nem volt, ez kellemetlen emlék, nem is úgy idézem föl, de, de azt, hogy hogy egy kicsit untam ezt a dolgot. És volt egy szünet, és ott az első emeleten, a Zeneakadémia első emeleten, ugye ott van a a nagy terembe is át lehet pillantani. És <coughs> soha életemben nem felejtem el, hogy én úgy, ott be tudtam nézni a nagy terembe, mert egy, 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 televíziós kamerának a kábele, vastag csoportkábele jött ott ki, ott volt a kamera, az is érdekes volt, nem ilyen minnálatok, hanem ez a, mint a régen a TV híradóba volt az a, és lent egy fiú, ott, ott, a csodálatos nagy terem, fantasztikus, hogy benéztem, hogy a pomázi sútyó gyerekként, hogy azt, a, milyen gyönyörű a terem ott az orgona, és a mai napig emlékszem, hogy egy fiatal, fiatal, mert felgyújt fehér ringúgyaló gyakorolta. Valószínűleg az első ilyen Liszt-Bartók zongora verseny lehetett. Nekem ott földbe gyökeredzett a lábam. Hát lehet, hogy azért tanítok most az zenakadémián Akadémián is, mert ez egy olyan meghatározó élményem volt. Ö, azt kell mondanom, hogy lehet, hogy, hogy, hogy nem is a tanórák, pusztán, hanem ez, hogy akkor édesapám oda elvitt, és én ott be tudtam nézni a nagy, -nagy terembe, és ott valamit hallottam. Ez, ez, így, ez így, örökre meghatározta. Az én, aki egyébként kémikus akartam lenni, és akkor ezért lettem aztán zenész. Tehát ezeket nem tudhatjuk. Most, hogyha az a tanár kellő érzékenységgel figyeli a, a, a növendéket, Tudja azt, hogy éppen milyen élethelyzetben van, mikor, hogyan. Ha valami nem megy, akkor az miért nem megy? Ennek mi az oka? Esetleg egy kevésbé, hogy is mondjam, dinamikusan fejlődő tehetségről van szó, vagy pedig az a darab, az, vagy az a zenei hát stílus, amit éppen adok neki, ha népzenéről van szó, az nem egészen az ő zenei világa vagy hogy elviszem, nem csak tanórában találkozunk, hanem elviszem egy koncertre, és lehet, hogy attól kap szányra, de lehet, hogy egy jó műtől, egy, 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 egy nekivaló darabtól. Hát most például itt Szentenén lakik Kertész Lajos bácsi, aki engem tanított zongorából a zeneakadémia, a konziba, és hát jó barátokká váltunk, és amikor kérdez, a Lajos bácsi, hogy honnan tudtad, hogy nekem a, a, a B-mol, a darabot kell föladni, mert az nekem annyira fontossá vált aztán az életembe, és hát fiam, hát az, úgy, az úgy, az úgy látszik <laughs> a hallgat. Tehát szavakban ezt nem lehet megfogalmazni, de, 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 de egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen jó ráérzés, egy, egy jó ihletet, pillanat, vagy az ő esetében egy ilyen kiimádkozott, hogy is mondjam, érzékenység, hogy, hogy na ennek a gyereknek akkor melyiket, melyik darabot adom, ez, ez, ez neki való, ez valahogy az ő lelki alkata. És akkor ettől az ember teljesen ugye, egy olyan pályára állt, ami, ami, amire korábban nem is gondolt. Csodák, tehát azért csodákra is szükség van. Itt mindent megtanulni nem lehet, hiába van itt. Vagyis, mondjam, csak egyetemi képzés, meg posztgraduális képzés. Ha a, a, a tanár meg tudja őrizni azt az érzékenységét, én erre figyeltem is, hogy, hogy olyan tanárokat válasszak, hogy hívjak meg oda Budakalászra, akik, akik ezt a, a gyermekkorból hozott rendkívüli érzékenységet, ezt meg tudják őrizni a felnőtt életükben is, akkor, akkor nincs baj, akkor bármi történhet, akkor, akkor nem esünk kétségbe egy rossz, rosszul sikerült fél év kapcsán, majd legközelebb, Re, ö, 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 és, és tudjuk kezelni azt is, amikor egyszer csak egy különleges tehetséget kapunk, ö, mert hogy akkor azt is úgy kell vinni, és úgy kell. De ez is egy érdekes dolog, hogy hogy a jó tanár az, az az nem tartja magánál a növendéket, és nem köti magához, hanem, hanem, akkor viszi olyan pedagógushoz. Én is erre figyeltem, hogy például, ha egy hangszeren sok jelentkező van, akkor más tanár egyéniségeket hozzak. Tehát például, például említettem, hogy ha szenteni jó az ongor, akkor is jónak kell lenni, és direkt figyeltem erre, hogy, hogy ha nekem három, négy, vagy akár öt zongoratanárom van, akkor az, 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 az úgy, azt a várható növendékkört, mint személyiség le tudják fedni ezek a tanárok. Tehát nem gondolom, ha van egy szigorú, akkor az is kell, mert azért az jó, jön. Akkor van egy ilyen megengedő, azért, akkor van egy ilyen nagyon érzékeny, egy ilyen kis családi, az, az is nagyon jó. Ha van egy férfi, ember, aki... Úgy, tehát, tehát, tehát erre mind-mind figyeltünk, és én azt hiszem, hogy ez alapvetően azért nem csak Kalászon, hanem sok zeneiskolában reményem szerint így valósul meg. És ha már beszéltünk kicsit így általánosan, akkor beszéljünk, kicsit bővebben a tambura az oktatásáról is, hiszen arra is van lehetőség kalászon, illetve hogy, hát, hogy, jól tudom, akkor ez neked ugye fő tantárgyad, illetve hangszered is. Erről egy kicsit mesél nekünk, hogy ez itt a kalászon hogyan valósul meg, illetve hát hoztál egy könyvet is. Igen, hát nagy öröm. A tamburáról általában azt szokták tudni, hogy ez valami délszláv kötődésű hangszer. Ez egyébként igaz is, de, de akkor igaz igazából, hogyha kiegészítem, hogy a Duna mentén, sőt, most már tudjuk, hogy kicsit távolabb is a Duda mentétől nagyon sok magyar közösségnek is a legkedvesebb muzikája a tambor, illetve a tambura család hangszerei. Tehát tulajdonképpen egy hungarikum hangszerről van szó, ami kétségtelen ázsiai eredetű, perzsa arab eredetű, és kétségtelen, hogy délszláv közvetítéssel került ide Közép-Európába, de a magyar közösségek is megszerették. Sőt, a tambura család kialakulása az köszönhető annak, hogy a magyar cigányzenekar már létrejön, és szinte ennek a mintájára, meg persze bizonyos fúvozenekari mintákra ő, alakítják ki a, 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 a korábban még csak egymagában ő, szamicaként, ugye ez magányos annyit jelent, szamicaként használt hangszernek a, a, az összes változatát, és akkor itt létrejön a bassprim, létrejön ez a modern prim tambura, ugye, létrejön a, a prács tambura, létrejön a celló tambura, még tambura bőgő is, és, ez egy nagyon szép együtthangzás. A tambura zenekarról annyit azért érdemes tudni, hogy, hogy egy nagyon különleges, hogy, hogy mondjam, jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, hogy, hogy ugye még a cigánzenekar egy modern harmonizációt képvisel mondjuk a magyar népzenében. Mert korábban ott ezek a burdon hangzású hangszerek voltak általánosak, mint a duda, vagy a citera, vagy a, vagy a tekerő. Tehát tulajdonképpen, amikor a dallam alatt egy kitartott hang, vagy egy álló akord van, az tulajdonképpen elég arra, hogy a, 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 a tradicionális többszolomúság igényét kielégítse mondjuk a magyar közösségeknek. És a cigánzenekar valami újat hozott ebbe azáltal, hogy, hogy harmónia van, basszus van, szólam van, ellenszólamok vannak, akár a cimbalom ír, vagy akár a a variációira gondolunk, és, és tulajdonképpen ez, ez, inspirációt adott a tambura a létrejöttéhez. Na most míg a cigányzenekarban ezt az ősi burdó azért nem tudjuk felfedezni, még akkor sem, hogyha esetleg valaki rendel egy duda utánzást a prímástól, az, az eljátsza, mert hát mindent el tud játszani egy jó primás. De a zenekar, a tambur zenekarban viszont megvan. Tehát, hogyha Mohácsra lemegyünk, és, és ott egy sokács táncot rendelünk a, 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 a cigány tamburásoktól, mert általában a cigány buzsikusok alkotják a, a tambura zenekarokat, nem kizárólag, de elég általános, akkor ott viszont egy ilyen duda eredetű dallamot fog játszani. Ha pedig egy, egy új, ö, új, stílusú, ö, hogy is mondjam, dallamot vagy nótát, akkor pedig, pedig ezt, ezt a modern harmonizációra is alkalmas a tambura zenekart. Tehát tulajdonképpen a régi és az új együttélése jellemzi a tambura zenekart. Ezzel szoktam most frosztizni a vonósokat, hogy hogy, <laughs> hogy, hogy, a tambura még erre is képes. <laughs> Ilyen értemben, tehát Budakalászon fontos volt, hogy ezt beindítsuk a szerb közösség kapcsán is. A következő lépés az az volt, hogy a Váci konzervatóriumban is sikerült ezt létrehozni, és, és most már több mint 10 éve, 12 éve pedig az is nagyon fontos volt. Tehát ez tulajdonképpen egy nagyon nagy öröm számomra, hogy én kezdeményeztem a zeneakadémiai népzenei tanszék létrejöttét, és ott is a tamburának természetesen fontos szerepe van. És Hát ez a kis tanulmánykötet ez, ezzel mind összefügg tulajdonképpen, mert ahhoz, hogy a tamburának a jelentőségére föl tudjuk hívni a, a, a zenei közvélemény figyelmét, az abban is megnyilvánult, hogy tamburás találkozókat hoztunk létre Budakarászon, és tavaly volt a tizedik tamburás találkozó, és ennek az alkalmából egy tambura tanulmányok kötetet jelentettünk meg, és Hát ez egy fantasztikus, ilyen még nem volt a zene történetben, hogy egy, hogy egy hangszercsaládról egy tanulmánykötet jelenhessen meg. Ezt a Kalászművészeti Alapítvány támogatásával hoztuk létre, és hát itt sok-sok itt tanulmány, a legidősebb hogy is mondjam, nagymesterektől, mint csak egy nevet említek, hogy ebbő Ferenc, <laughs> a legfiatalabbokig, hogy egy, egy nevet említsek, Eredit Salamon, ők is jegyeznek tanulmányokat. Nagyon sokan, akik korábban a, a, a zenakadémia, tanszék hallgatói voltak, de a Kalász Művészeti Iskola növendékei is voltak, itt szerzőként örülhetünk nekik. És és hát ebben emléket állítunk Kulcsis Tihamérnak is. Ö, különleges a kiadványban az, hogy a cd mellékleten ö, hangzó anyagokat adunk közre, amelyek korábban nem jelentek meg. Ö, az egyik ö, ilyen anyag a bugyiszlói vegyezzenek arra, ahol vonós és tambura típusú hangszerek egy, együtt muzsikálnak, magyar zenét, bár létezik olyan számuk is, hogy ráckóli, ők így nevezik. <laughs> és persze <laughs> egy, egy, egy uh, mohácsi tambura zenekar játéka is elevenedik, és hát persze olyan uh, novumok is vannak benne, uh, mint uh, olyan belső tambura szólom lejegyzése, ami korábban uh, hát sehol még nem tudott megjelenni, hogy a Prim mellett ott van egy belső bassprim a lejegyzése, de találunk itt régi árjegyzéket a, a Bocán Lajos bácsi hangszerkészítő műhelyéből, és itt hagy jegyezzem meg, hogy, hogy ez Szabó Zoltán, szintén egy régi nagy szakember jegyzi. Tehát tulajdonképpen a tambura zenével összefüggésben nagyon sok kérdés, hogy úgy tisztázódik ebben a könyvben, és hát reméljük, hogy majd lesz is folytatása, mert hogy inspirációt ad, és hát egy ilyen szakmai párbeszédet is indukál ennek a megjelenés. Ez még friss meleg. És hogyha már beszélünk a könyvről, ugye hoztál egy CD-t is, az a helyi barátom és hát ezzel kapcsolatban ez a koncertetek is egy hét múlva a műpában, erre mi tudhatunk. Igen, hát ez a Vúcsics együtteshez kötődik, de itt ugye mi esetünkben is minden minden el összefügg, ugye, tehát én se egy, mit tudom én, egy, egy, egy molekuláris bionika tanszéket hoztam létre, <laughs> mert az egy érdekes dolog lenne, hogy a Vúcsics együttes vezetője mondjuk ezt csinálja, hanem ha ha népzeneit. Itt pedig egy olyan újdonságról, hadd számoljuk be, amit talán a nézők sokan már, már, már élményt is szerezhettek vele, hogy azért most már közel tíz éve Szörényi Leventével egy, egy közös program alakult ki, ez a címet visel, hogy helyi barátom. Ez annyit jelent, hogy ő, aki egy más műfajban ugye tevékenykedik, hogy kerül egy népzenei együttes szólistájaként egy programba vele. Hát úgy, hogy, hogy ezeket a régi illés Szörényi Levente és sokszor Brodi János ugye, közös szerzeményeit. Mi annak idején rögtön érezékeltük, hogy ezek, ezek ilyen tamburáért, furújáért, harmonikáért kiáltanak. A dallamosság is olyan, hát hogy csak amikor én még kisrác voltam, tehát ro, teljesen az a, az az a dallamosság, ugye, ami, tőlünk is megszoktak a hallgatók. Tehát, tehát végül is egy, egy, ilyen alkalom kapcsán összefüggésbe kerültünk, hogy, hogy ezt érdemes volna megcsinálni, Leventének nagyon tetszett, és hát most ő, ő maga vetette föl, hogy akkor ezt vegyük föl, ezeket az anyagokat. És akkor bevonultunk a Főnix stúdióba, Diósdon, régi barátainkhoz Tóth Ibolya volt a zenei rendező, a hangmérnök Bohus János, akikkel egyébként a régi lemezek is egyike-másika -e készült, és hát egy szinte fantasztikus időutazásban is volt részünk ez, ezáltal, és ez most megjelent. És most ugyan a legutóbb, legközelebbi koncert az, az éppen nem Leventével lesz, mert Levente nekem nem volt alkalmas az időpont. Egyébként így a vírus kapcsán az összes koncert lett halasztva és le lett mondva, de most a műpa megkeresett minket, hogy tizedikén este kilenckor a Műpa színház termébe játszunk egy koncertet úgy, hogy a Söndörgő együttes is közel működjön. Levente nem lesz, viszont olcsfa Laci, akit szintén régóta ismerünk, és nagyon jó vele is az együttműködés. Őt vendégül látjuk, Sebestyi Márti is jelen lesz, és Tompos Kátya is. Úgyhogy egy nagyon különleges koncert lesz. Mi bent játszunk a színházteremben, és ezt élő egyenesbe kiközvetítik a műpa körülötti terekre, ahol azt hiszem autós moziként, vagy, vagy, talán tézőtérként is tud funkcionálni ez a, ez a rész, és akkor mégis a, a nehéz helyzet ellenére ugye mégis egy élő koncertben lesz része az ott megjelenteknek. Örülünk neki, mert ez is egy kitekintés, és jelzi azt, hogy a, hogy a, hogy a népzene az nem valamiféle múltba révedést jelent, hanem valamikor egészen, hogy is mondjam, csak friss zenei gondolatok hordozója is tud lenni, és valamikor műfajok közötti együttműködésnek is, hogy is mondjam, pillére tud lenni a népzene. Itt például erről van szó. És itt a kitekintés után egy kicsit tekintsünk vissza, visszatérve a, a Kalász Alapfokú Művészeti Iskolához, hogy hogyan értékelette ezt így az elmúlt 18 évet, hogyan alakult ez a, az iskolának a történet. Ugye sok mindent említettél itt mérföldkőként. 2002-2020, hogyan láttad ezt az elmúlt 18 évet? Én azt hiszem, hogy, hogy maga az indulás és az első, hogy is mondjam, nehézségek, de leküzdése az, 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 mindenféle szempontból nekem személyesen is sokat jelentett. Tehát, hogy, 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 hogy a mi generációnknak akkor még azért ugye 20 évvel fiatalabban be kell állni ebbe a, ebbe a, ebbe a dologba. Lehet, hogy nem szeretünk annyira intézményt vezetni, jobban szeretünk a színpadon játszani, jobban szeretünk otthon gyakorolni, jobban szeretünk a próbateremben megizzadni, mint valamiféle táblázatokkal bíbelődni, és, és, és jelentéseket, és akkor írni. De hogyha azt akarjuk, hogy, hogy ez a hagyomány tényleg intézményes módon is átadható legyen, akkor, akkor ilyen folyamatban is be kell állni. Tehát ez egy ilyen szempontból nekem egy, egy fontos döntés volt. És... És egy rossz, hogy is mondjam, sztereotíp véleményt is azért felül tudtunk írni ezzel. Budakrászon is úgy el is hangzott valamelyik polgármestertől, hogy hát bohoémek az zenészek, és dalból van a lelkük, és a többi, és a többi. És akkor hát azt álltam mondani, hogy igen, ez, a, ez, a, ez, a, ez, 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 az előítélet általában, mert hogy mi ott a vidáman muzsikálunk a színpadon, de ha csak arról kezdenék mesélni, hogy hány év munka van abba hogy, hogy, én mondjuk milyen harmonikán harmonikázom, <laughs> hogy a Misi milyen brács tamburán brácsozik, <laughs> egész komoly logisztikai szervezést igényel <laughs> egy ilyen. Tehát, tehát úgy néz ki, mintha a zenész az csak úgy, mint a tücsök, ugye, <laughs> a <mondtam esébe>, csak <laughs> gond nélkül éli világát. Egyébként például, csak hogy visszatérjek a harmonikára, hogy az úgy legyen behangolva hozzá, azt el kellett vinni Castelfidardo-ba, Közép-Olaszország egyik városába, amikor ez kész volt, egy hónap után oda ismét el kellett menni és elhozni, úgy kellett oda szervezni. Tehát most ezzel csak egy példát akarok mondani, hogy hogy, hogy, hogy azért a, a zenész életnek a csillogását, amit a közönség lát, az az egyik fele, és a másik fele pedig egy, egy nagyon kemény logisztika, ami egyébként nincs messze ez, a része, attól, amikor az ember egy tantestületet kell, hogy összehozzon, meg kell szervezzen egy felvételit, meg kell szervezzen egy, 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 egy évzárót meg kell szervezzen hangszerpótlást, meg kell szervezzen akár ilyet is például, hogy, hogy legyen tanár utánpótlás, tehát hogy legyen egy tanszék, egy ilyen tanszék a, a Tehát, tehát ez, egy, ez egy ilyen szempontból egy nagyon fontos terep volt. Ugye az egész zeneoktatás egészében is kiemelkedik szerintem Budakalász jelentősége, tehát itt tudott példát mutatni mintát mutatni arra, hogy jó, hogy van ez az Óvodai Népzeneiskola, de de az az igazi Kodály Bartók országában, hogyha szinte valamennyi zeneiskolában valamennyi gyerek, aki akar népzenét tanulni, az ne csak a klasszikus zenét tanulhassa, hanem népzenét is. És erre egy-egy nagyon jó példát adott. Itt a, a nevelőtestület összetartó volt, ezt elfogadta, ezt a koncepciót, mindenki azonosulni tudott vele, illetve a nagy-nagy többség talán azért így igaz ez a, ez a dolog, és, és ez, ez, aztán inspirációt adott Vácnak, és később nagyon jó érvrendszert adott arra, hogy a Zene Akadémia akkor rektor András is hát befogadó legyen a, ezzel a műfajjal. Úgyhogy én azt hiszem, hogy történelmi jelentőségű. Amiótan pedig én most már nem vagyok ott így aktívan, azt tudom mondani, hogy ugyanaz az értékrend megy tovább, és változatlanul fontos szerepet tölt be a Karász iskola. Gyakorló iskolája az akadémiának a népzenei szakokat tekintve, de lehet, hogy talán klasszikus szakokat tekintve is ez, ez lesz. És hát változatlanul példaadó, minden intézmény számára, mert hagyd mondjam azt, hogy voltak azért olyan zeneiskolák, ahol azért már volt népzene. De tulajdonképpen ilyen pragmatikus okok miatt volt ez. Tehát, hogy, hogyha valaki zongorázni szeretne, de nincs elég hely a zongorán, hát akkor tudom én, citerázzon. <laughs> Most csak mondtam egy ilyen meghökkentő példát. És akkor mégis a növendék ott van a zeneiskola, a zene közelében van. De hát, hogyha ő azt szerette volna, akkor ez nem biztos, hogy megoldás. És ilyen, ilyen, értelemben ilyen értelemben egy ilyen szegény rokonként is jelen tudott lenni a népzene szakirány egy nagy zeneiskolába. Budakrászon nem ez volt. Tehát ott ugyanaz a figyelem. Nem azt mondom, hogy, hogy a sikerült megvalósítani, hogy ugyanannyi növendék legyen a klasszikuson, mint a népin. Ehhez sokkal több idő kell, hogy ez, ez, így, meg nem is biztos, hogy ez így helyes cél, de ha, ha maga szemlélet mondjuk ilyen, hogy ugyanolyan figyelmet építem a klasszikus szakokat, mint a népzene szakokat, akkor tulajdonképpen ez már rendjén van, és, és szerintem ez, ez a mai napig is így van Budakalászon. Tehát tulajdonképpen egy nagy sikertörténet kezdődött annak idején. Hát Kívánjuk, hogy folytatódjon ez a sikertörténet az értékrend szempontjából is, amit említettél, és nagyon sok sikert kívánunk neked is a, a további munkához, mint művész tanár is, illetve a jövő heti koncerthez, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm. Köszönjük. The days are fine and rosy, laughing round the way, like a child at play, through the middle and toward a closing door. the door but nevermore, it wasn't there before. Yes. Ooh. the lonely. Closes. Just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of fine and roses, but the days of fine and roses, and the days of fine and, and, and roses, and you. Szemmelweis nap alkalmából jó hangulatú zenei program keretében Budakalász egészségügyi dolgozóit és orvosait köszöntötték és díjazták a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár báltermében. Elismerésben részesült a 45 éves orvosi szolgálat után nemrég nyugdíjba vonuló dr. Súlyok András, akit Budakalász polgármestere köszöntött. Dr. Göbő Hárt kiemelte, hogy a város a budakalászi polgárok egészségéért városi díjjal szeretné elismerni Budakalász egyik legismertebb orvosának munkáját és fáradozását, amelyet több mint négy évtizeden keresztül a városban élők számára nyújtott. Az ünnepségen Balogh Csaba, Budakalász önkormányzati képviselője, a Társadalmi Szolidaritás és Humán Bizottságának elnöke köszöntötte a Szemmelweis napon megjelenteket. Köszönöm azoknak az ismerős, jól ismetarcoknak, akik, akik fogva ismerek, és eljöttek hozzánk újra. Régi Régi és új arcokat látok. Örülök annak, hogy Budakalászon ilyen aktív és ilyen, ilyen szakmai közösség áll együtt a szociális szférában, az egészségügyben. Mindezt teszik azért, hogy nekünk jobb legyen. Az ünnepélyes díját adott követően egy kellemes hangulatú zenei programmal köszöntötték a vendégeket és a díjazottakat, amikor a Jazz former zenekar lépett a színpadra. Az együttes hosszú évek óta a város meghatározó zenei együttese, színesítve lesz kulturális palettáját. Köszönjük szépen! A Kóskároly művelődési ház és könyvtárban megtartott szemmel Weiss napi rendezvény és díjátadó egy igazi zenei élménnyel zárult, amely bizonyítja, hogy Budakalász kulturális élete is fontos szerepet játszik a városban élők számára. Ennyi fért mai magazin műsorunkba. Én azért még tartogatok egy jó kis programot a végére. A Koskároly Művelődési Ház és Könyvtár kertjébe várnak minden érdeklődőt, azokat, akik szeretik a Rákendrolt, és egy szabadtéri táncesten szívesen részt vennének. Ezt megtehetik július 17-én és 31-én is, 19 órai kezdettel. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet, viszontlátásra!